nézőink, köszöntöm Önöket a Tisztánszkürdői Kalandparkból. És ha nem állna meg a hinta, és reméljük, hogy nem áll meg, kérem tartsanak velünk ezúttal is, és tartalmas időtöltést, jó szórakozást kívánok mindenkinek! Azt, hogy szoros is legyen, és kényelmes. Így jó? Aha, szerintem igen jó. Hát még egy kicsit lehet szorítani, biztonság kedvéért. Így jó? Még kicsit félek, igen. Aha. Elengedhetett alapot. Igen. Becsatoljuk, kilógó részeket ügyesen eltakarjuk. Igen. Ne zavarja a mászást. És ez nagyon biztonságos, ugye? Igen. Uh-huh. Utána jön a combrész. Még senki nem esett le? Nem. Ez fogható? Persze, nyugodtan. Ezt is fogható? Ahogy kényelmes. Ó, Istenem. Csak nyugodtan, nem fog leszakadni. Biztos határozott lépésekkel. Megszokod? Igen. Ez egy probléma. Itt egy nagyon jó javaslat. Mindig, mikor lépsz, akkor így nyom szét a hálót. Annál könnyebben tudsz haladni, hanem sokszor fel fogsz akadni. Jó. Még én is fel fogok. Na, véletlenül megakadok, megmentesz? Meg. Jó. Ugrok utalnod. Jó. Biztos vagyok benne, neked is sikerül. Hát én... Nyugodtan lépj rá, le fog süllyedni, de nem szakad le, hidd el. Biztos vagy benne, hogy nem. Hát ha engem megtart, akkor... Hát soha nem lehet tudni, lehet, hogy... A jobb kezeddel is próbáld is szétnyomni a hálót. Mindig, amikor lépsz, így teljesen amennyire tudod, feszíts szét a két kezeddel. Tehát akkor így? Úgy. Jaj. Mint ha úszna. Úgy, most teszed elébb a kezed. Úgy, jó lesz. Hát... Legközelebb sima csizmával jövök ott bokkancsal. Normális körülmények között mennyi idő alatt csinálják meg ezt a pályát? Hát végülis ez attól is függ, hogy most mit értesz az a normális körülmény. Átlagban? Hát, igen, átlagban. Hát egy 45 perc. Aki már kicsit ismertebb, vagy még volt hasonló, annak persze hamarabb megy, ez változatú. Tehát, hogy mennyire ismeri az emberekkel hasonló dolgokat. Jöpi! Félelmet leküzdve ide jövünk előre, és megkapaszkodunk, ahonnan éppenséggel nekünk jól esik. Vagy, hogyha magasabb vagy innen fentről, vagy innen oldalról, vagy lejjebbről, ahogy jól esik. Igen. Ezek után annyi a teendő, hogy rá kell írni mindkét lábbal erre az alsó részére. Igen. És akkor egyszerűen átjutunk a másik oldalra. Bemutatom neked, jó. Utána pedig te jössz, jó? Oké. Okay. Igyekszem. Kb. Ennyi. Innen jól néz ki. Télen nem működik, de hogyha azelőtt ránk telefonálnak, hogy szeretne jönni valaki télen is, akkor lejövünk, azelőtt talán egy nappal, vagy hasonló, attól függ, hogy mikor érkeznek, és akkor lepucoljuk az elemeket. Itt foghatom? Persze, ahol neked kényelmes. Hát de ez nem is olyan rossz, apa. Úgy jövök már. Legyünk bele. Gondolom itt azért átlátható a helyzet, hogy mit kell tegyünk. Itt átlátható, igen. Úgy érzem magam, mint Alice Csoda országban, komolyan. Nem tudom. Ugye az egész egy nagy élmény, mert szeretem itt dolgozni. Wow! Ez nem is olyan egyszerű, mint ahogy kinéz. És meg kell fogjak valamit sportolni rendesen. Hanem mindig próbálj figyelni, mint hogyha úgy nehezebb is neked, hogy ne próbálj még így állni. Mindig próbálj egyenesen vagy normális léptekre haladni, mert ha nem nagyon el fog fáradni.
Kismát Fürdői Kaland Park. Mi az, amit tudni kell erről? Hát elsősorban az, hogy ugye Bartusnád fürdő van. A Csukástó mellett terül el. A tavaly nyílt meg 2013. júniusában. Azóta minden nyáron, tehát utána követően ugyebár ez az első nyár. Igen, hát elsősorban ugye van két kategória, a gyerekpályák és a felnőtt pályák. A gyerekpályák azok csak lila színnel vannak ellátva, abból van három fajta. A felnőtt pályák közül kettő van kialakítva, egy sárgával és egy zölddel jelzett. A sárga az a felnőtteknek egy olyan normális szintű pálya, a zöld picivel nehezebb természetesen. Ahol megkapják a felszereléseket, ahol tartunk egy rövid szemléltetőt, egy rövid bemutatót. Ezután, hogyha az éppen kalandozó, hogy így fogalmazzak, még pici vagy kisebb korosztály, akkor a szülők is segíthetik a pályán, mert ők jobban talán meg tudták jegyezni, vagy hasonló. A felnőtteknél pedig ott általában mi személyzet szoktuk őket felügyelni, hogy amit elmagyarázunk a rövid szemléltető bemutató alatt, azt jól csinálják-e. Miért jó egy ilyen kalandban részt venni itt Tusnádfürdőn? Hát először is élményből csillagos tízes, plusz azon kívül, hogy természetesen az ember le tudja küzdeni a félelmeit, ahogy te is voltál vele. Plusz még a hely is besegít, mert ugyebár a tó mellett elterülő park, ami plusz, egy plusz látvány. Azon kívül persze lehet ismerkedni. És ami érdekes volt, hogy láttunk még mókusokat. Igen, hát egy ilyen mini állatkert. Mini állatkertet is vezetünk. Mikor lehet látogatni? Tehát négy évszakos, vagy csak nyáron? Csak nyáron, esetleg kora őszben nyúlunk bele az időponttal. Télen nem szoktunk nyitva lenni, de van egy ilyen opció, hogyha esetleg télen valaki csoporttal szeretne jönni, akkor azelőtt egy-két nappal lejövünk, letakarítsuk a pályákat, picit az ösvényeket kiegyengessük, ahol el kell járni, hogy télen is, hogyha van szükségre, akkor tudjanak mókázni az emberek. Tusnádfürdőn vagyunk, a tusnádfürdői polgármesterrel beszélgettünk, és természetesen az első kérdésünk az lenne, hogy mi a helyzet a medvékkel? Hát köszönöm szépen az érdeklődésüket. A medvék azok megvannak, amelyeket nem tudtunk még átszállítani, az mind itt lakoznak a környékünkön, hisz tegnap előtt sikerült elvinni egy anyamedvét 3 bocsa, és nagy örömünkre a tegnap estére megjelent egy anyamedve 3 bocsa, nem ugyanaz, amelyeket elvittük a tegnap előtt, hanem ez egy másik család, és folytatjuk azt a befogási lehetőséget, amit a minisztérium most biztosít számunkra, hisz egy folytában ellenőrizzük, nézzük, monitorizáljuk, jó magyarosan mondva, a medvéknek a helyzetét. Minden reggel jelentést kérjük, hogy hol csináltak károkat, és ennek függvényében akkor továbbra is kérjük, hogy a meglévő állományt azt tudjuk elvinni megfelelő rezervátumba. A turistáinkra felhívjuk a figyelmet, hogy igenis a környéken medvék járnak, ezért az erdőbe járnak, akkor kicsit zajosabbak legyenek a kelletnél, hiszen a medve, hogyha észrevesz, hogy közeledik hozzá valaki, akkor azt elmegy onnan arról a helyről, akkor van probléma, hogyha véletlenül rábukkanunk úgy egyből és megijed a medve, akkor támadhat. De mondom még magam, hogy egyszer ismétlem, hogy mostanig nem volt ilyen probléma, és reméljük, hogy előbe sem lesz. Kicsit beszéljünk akkor a turizmusról. Hogy milyen állapotban van most, milyen helyzetben van most itt Tusnádfürdőn a turisztika? Jó, hát akkor kezdjük a medvékkel. Az a medvék ezek úgy néz ki, hogy hoznak vendéget is, viszont visznek is vendéget, hiszen van, aki azért jön, hogy élőben tudjon találkozni a medvével, éjszaka keresi azért jön, és annak örvend, hogy itt ilyen vadregényes helyen a város között tud látni egy igazi élő medvét, a szabadon élő medvét. Van, aki azért nem jön ide, mert fél ettől. Úgyhogy sajnos nem tudjuk felmérni, az mi a pozitív, de mi azt látjuk, hogy az embereket érdekli ez a dolog. A turizmussal mi a probléma? Jelen pillanatban a Tusnádfürdőnek azt kell tudni, hogy van 2500 szálláshelye. Ebből körülbelül 80-90%-a van 100 napig van teljes kihasználtsága, de reméljük az új fürdő, az új fürdőző lehetőségek, amelyek nem csak egy van Tusnádfürdő, az utóbbi években azért több szálloda is kibővítette a szolgáltatásait wellness központokkal. Reméljük, hogy az meghozza majd a közeljövőben azt az elvárt látogatottságot, amiből ez a település meg tud élni. Be lehet azt mérni, hogy a jelen pillanatban mi az, amiért a leginkább érdeklődnek a turisták, hogy mire van igény? Igen, hát itt kettőre lehet választani, van a gyógyturizmus és a szabadidő turizmus. A gyógyturizmusról az ugye az államilag támogatott kezelőjegyeket, amikor meghirdeti a
szakminisztérium, akkor azzal inkább az idősebb generáció jön kezelésre. És a másik, a szabadidőturizmus pedig az a hétvégi turizmusról tudom mondani, amely most a wellness központra koncentrálnak inkább, vagy télen a sízésre, és ezek mellett vannak olyan lehetőségeink, amelyeket ki lehet itt a természetben használni, hiszen gyalogtúraösvényeink vannak, 7 darab gyalogösvényünk van. Ezen kívül kalandpark, és télen a sípálya. Mi az, amivel esetleg kibővíthető lenne ezek a szolgáltatások? Mi az, amifele halad mondjuk Tusnádfürdő? Hát a Tusnádfürdő jelen pillanatban, amit mi látunk, hogy minden kormányzat, még ebben adósok vagyunk, az infrastruktúrának, a parkoknak, a játszótereknek a kibővítése, a parkok felújítása, járdák, hiszen a többi infrastruktúránk, víz, gáz, csatornahálózat, az már nagyjából készen van. Hogyan lehet megfogalmazni, hogy milyen fejlődési stádiumok lehet erről beszélni, mondjuk a rendszerváltás után 89-től errefele, milyen fázisokon ment át, stádiumokon ment át Tusnád? Ugye miután 89 után megnyíltak a határok, akkor a turistáknak a létszáma nagyon megcsappant. És ebből következett, hogy igenis az itteni infrastruktúrát, az állam, ami kezelte, addig nem igen törődött vele, és egyre jobban, rosszabb állapotban voltak évről évre. A 2000-es év hozott egy olyan változást, amikor rájöttek a magánvállalkozók is, hogy igenis a turizmusba érdemes befektetni, és azutántól elindult egy ilyen fejlődés, hisz azóta épült, vagy átépült, vagy újraépült 30 panzió, amely fogadja a vendégeket. Reméljük, hogy egy pár éven belül megfordul az a vendég mennyiség, amelyik a 89-es évek előtt volt. Itt van az a wellness központ, amely már mutatja, hogy igenis ezt érdemes volt csinálni, hisz hogyha az első 4 hónapban közel 40 ezer ember látogatta egy olyan időszakban, amikor még nem is volt turisztikai idény, akkor azt jelenti, hogy a nyári időszakban egy nagyon mennyiségű vendégünk lesz, és ez hozzájárul természetesen ahhoz, hogy ezt a létesítményt, hogyha szükséges, akkor még tudjuk bővíteni is, de hozzájárul ahhoz is, hogy Tusnádfürdőnek, mint településnek a bevétele az nője. Tusnádfürdő benevez a Székely Vágtára is ebben az évben. Mi az, amit tudni kell erről? Van egy Tusnádfürdőn született, és most Carson Impérben praktizált állatorvosunk, akinek egy nagyon szép lova volt, és ő jött azzal az ötlettel, hogy igenis akkor ő a lovát odabocsájtaná a Tusnádfürdő címére alá, és ezt támogassuk, a kormányzat azt támogassa, és természetesen, hogy mit várunk el, az, hogy részt vegyünk a Budapesti Nemzeti Vágtán. Hát jó a kihívás, aztán megnézik aztán majd, hogy sikerül vagy nem, de remélem, hogy Csoki az jól edz most, tudomásom szerint most a napokban minden nap edz, úgyhogy reméljük, hogy jól fel tudunk készülni, és ott leszünk a Nemzeti Vágtán Budapesten. Tusnádfürdőn milyen turistaösvények vannak, illetve melyek azok, amiket ajánlasz? Tusnádfürdőn nagyon sok turistaösvény van. Hál' Istennek a biztonságos helyi turizmus programunk keretén belül sikerült, én azt gondolom, Tusnádfürdő teljes turistaösvény hálózatát felújítani, rendbe tenni. Ugye itt akár a Sólyom körül beszélünk, akár az Apor-bástyáról, akár a Nagypiliskéről, mindenütt turistaösvény vezet ki Szent Anna-tóhoz. És az egészen a Hargita-hegységnek a gerince is sikerült felújítani, sikerült elkészíteni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a turisták szeretnének túrázni biztonságosan, itt megtalálhatják azokat az ösvényeket, amelyeken biztonságosan és felújított körülmények között tudnak túrázni. Ha valaki mondjuk elmegy az Apor-bástyához, vagy azt választja, hogy a Sólyomkőre túrázzon, mi az, amire oda kell figyelni? Mindenképp a jelzéseket kövesse, nagyon jó megfestett, friss jelzések vannak mindenfele. De elmondom, a Nagypiliskére is, és akár a Hargita gerincen is végig, vagy a Szent Anna-tóhoz egészen ki, és ne térjen le a turista ösvényről. Ha esetleg elveszítette a jelzést, akkor mindig keresse meg azt, amelyiket legutoljára látta, és ott abban a környezetben próbáljon tájékozódni, próbálja meg a következő jelzést megtalálni. Ezekről hol lehet informálódni, ezekről a turista ösvényekről? Ezek a turistaösvények most már homologált turistaösvények, minisztériumi bizonylattal vannak ellátva,
és ezeket az ösvényeket mind meg lehet találni a hegyi mentőknek a honlapján, a www.szalvamontahargita.ro honlapon. Itt meg lehet találni a turista ösvényeknek a trackjeit, tehát a felmért változatát, GPS készülékekre le lehet tölteni, és okostelefonnal vagy akár GPS-szel ezen trackek alapján végig lehet menni az ösvényen, vissza is lehet jönni, úgyhogy teljes biztonságos körülmények között lehet használni ezeket az ösvényeket. Említettél egy térképet is. Így van, tavaly sikerült Kovács Csongor, valamint Bertóti Zsolt kollégáimmal elkészíteni a Hargita-hegység teljes térképét, új térképét, felmért térképét. Ez nagyon fontos, hiszen egy hiánypótló kiadvány, amit remélem, hogy mi hamarabb nyomtatott formában is megtalálható lesz. Jelen pillanatban ez a térkép szintén a weboldalunkon megtalálható, letölthető, és bárki számára elérhető. Ezen megvannak az egész turista ösvénykörben, megvan az egész Hargita-hegységen vannak tüntetve az esztenák, hogy hol vannak, esetleg mit kell elkerülni. Fel van tüntetve, hogy milyen nehézségűek a turistautak. Fel van tüntetve, hogy melyek jelzések hiányosak, melyek azok, amelyek teljesen fel vannak újítva. Úgyhogy egy egész komoly új források vannak feltüntetve, ami nagyon fontos. Úgyhogy egész komoly térképről van szó. Felmerül a kérdés, hogyha már tusnádfürdőről beszélünk, hogy a medvék mennyire veszélyesek ezeken a turista ösvényeken? Az az igazság, hogy volt példa, amikor medveriasztáshoz kellett kijönnünk tavaly is. Viszont én azt gondolom, hogyha nem teljes csendben megyünk és nem teljes csendben járunk, akkor ezt a probléma elkerülhető, és természetesen ne sötétbe, hanem napközben turázzunk. Mennyire gyakori ez? Nem mondanám gyakorinak, egy-két eset van évente, akkor is inkább a turista jár meg, a medve az azért elmegy, és azért hív minket, hogy nem mer egyszerűen se előre, se hátra menni. Tehát ez a gyakoribb eset. Tusnádfürdőn több turista ösvény útvonal létezik. Hogyan kategorizálják ezeket, vagy mi szerint határozzák meg, hogy melyiknek milyen nehézségi foka van? Hát a meghatározás az tulajdonképpen ugyanaz a törvény, az a 70-es törvény szabályozza, és abban van leírva, amelyik a hegyimentő törvény alapját is szolgálja. És azt mondja, a román törvénykezés alapul véve a nemzetközit, meg a különböző rendszereket, hogy tehát ő felállított egy normát, amiben benne foglaltatik, hogy vízszintesen mondjuk 5 kilométert tesz meg az ember 50 perc alatt, utána 10 perc pihenővel. Hogyha szintkülönbséget, tehát hogyha fölfelé kell menni, vagy lefelé, akkor azt mondja, hogy 300 méter nyit, emelkedik, vagy hát igen, emelkedik, már ereszkedni többet ereszkedik. És akkor ez alapján, tehát ez a román törvény ezt így leírja, és minden turista utat tulajdonképpen ezeknek a normáknak megfelelően kellene kategorizálni. Ugye, mert hogy ha nem, akkor különbség van, tehát egy edzettebb ember nyilvánvalóan sokkal hamarabb megcsinálja, azt akkor ő azt mondja erre, hogy ez neki harmad annyiba került, mint a nyugdíjasnak. Most volt nekünk rá, volt példánk ugyanitt, hogy eljöttek Buzó megyéből nyugdíjas házaspár, akik azt gondolták, nekik azt mondták, hogy itt van a tó közel. Tulajdonképpen tényleg közel van, csak szegények nekiindultak, délután 4-kor és este 9-kor még mindig az erdőbe kóvályogtak, aztán már fölhívtak, mert már nem volt náluk se lámpa, semmi, egyszerűen becsapósult, mert valaki azt mondta nekik, hogy itt van közel a tó. És akkor ezért jó az, hogy adott esetben feltüntetjük a távot is, meg az időt is, mondom, ezeknek a normáknak a függvényében. Hol lehet informálódni ezekről a távokról, vagy ki az, akit fel lehet hívni ilyenkor, vagy milyen információs lehetőségek vannak? Igazából az elsődleges az az maga az út beindulásánál kellene legyen egy térkép, vagy egy valami információs tábla, ahol leírja a jelzést, az útvonal hosszát és a feltételezett időpontot. Telefonos segítség van, tehát föl lehet hívni a hegyimentőköt, tehát az országos hegyimentőközszolgálat számát, ezt a 0 számban mondtott, ez egy brassói központ, ők mindig kapcsolják a helyi csapatot, tehát nekük előttük van rengeteg térkép, meg képernyő, ők kapcsolják a helyi csapatot,
és valószínűleg a helyi hegyimentő csapat tud egy egész pontos információt adni nekük. Ha nem, akkor adott esetben, ha nemzeti parkokról van szó, vagy tehát parkőröktől, menedékházasoktól, szóval megvan a módja, én azt gondolom, hogy megvan a módja, hogy az információt honnan lehet begyűjteni annak, aki ezt beszeretné. Mi az, amit el lehet mondani mondjuk a Szent Anna-tóról? Miért egy akkora turisztikai attrakció? Hát a Szent Anna-tó az az egyetlen közép-kelet-európai vulkáni krátertó. Tehát ezért olyan nagy a látogatottsága, a népszerűsége. Fel is van futtatva nálunk, de még mindig nem eléggé. Tehát most, hogyha nemzetközi vonatkozásban nézem, akkor még mindig nincs elég nagy megbecsülésnek, elég nagy megbecsülésnek. Olyan szempontból mondom ezt, hogy pont ezért, mivel nincsen neki illetve csak esővízből töltődik, és nincs lefolyása, nem szabadna megengedni az én meglátásom szerint se a fürdőzést, sem a kutyafürösztés benne, sem semmiféle tevékenységet. Tehát azt gondolom, valószínű, hogyha ez egy nálunk komolyabb, civilizáltabb, turisztikailag fejlettebb országban lenne, akkor ezek mind le lennének tiltva. Ha valaki először látogat Tusnád fürdőre, mi az, amit ajánlanál nekik? Mi lenne az, amit először nézzenek meg? Azért nem tudom, hogy mit is ajánljak neki, mert hogy egy csomó van. Tehát kezdve a túlsó oldalon, ami a Hargita oldalán van, a Hargita egység oldalán a Sólyom-szikla, ami szintén egy kényelmes sétával viszonylag rövid idő alatt elérhető, és nagyon jó a kilátás, tehát az egész Tusnádi szorosra, Tusnád fürdőre, tehát onnan. Tehát azt is lehet ajánlani. Akinek több ideje van, annak természetesen ott van a Szent Anna-tó a Mohossal. Szóval nehéz így azt mondani valakinek, hogy most hú, ezt nézd meg. Én azt gondolom, hogy érdemes több napot eltölteni itt, és bejárni, végignézni itt a környéket. Kedves nézőink, Tusnádfürdői látogatónk végéhez értünk. Én köszönöm szépen figyelmüket, és továbbra is kellemes, tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A legközelebbi viszontlátásra!